Mielőtt még jobban belemélyednénk a produkcióba, egy kis utcai körképet készítettünk néhány látogatóval. Mivel a programsorozat utolsó napján utaztunk le éppen Beremendre, ezért ott kérdeztük riportalanyainkat egy kis beszámoló erejéig. Bérlettel jöttünk, az egész eseményen részt vettünk, úgyhogy megérkeztünk kedden, lejöttünk Budapestre autóval, és akkor azóta részt veszünk a koncerteken, színházakon, meg felfedeztünk a falvakban, Villánykövesd, Nagyharsány, Beremend. Voltunk nagyon jó előadásokon, igen. Igen, minden nap egy-két jó színházi előadás azért belefért, úgyhogy este meg hát koncert, persze. Én speciál voltam a nagy színpadon, a 30Y koncerten, ott nagyon jó hangulat volt, ott jó szokott lenni, a Carson Command, meg a Parnograszt és a Bohemian Betyárs koncerten is jó hangulat volt, ott nagyon sok ember volt, és jó hangulat volt ellen. Én már körülbelül 5 éve nem voltam a fesztiválon, de most így most visszatértünk így a családommal. Én nagyon élvezem, meglepő módon jó itt lenni. Kedves emberek vannak, jók a programok, koncertek. Most pedig lépjünk be a Szent Mihály templom kapuján, nézzük, mit produkál jobbal a három kortárs zeneszerző. Idején az Ives-nak, Charles Ives-nak a Megválaszolatlan kérdés nevezetű darabja, ami egy ilyen csodálatos darab, hallgassák meg, szuper ügyről van szó. Ezt most nem kezdem el szállazni, hogy az miről szól. Mindenesetre maga a cím is csodálatos, ez a Megválaszolatlan kérdés. Kortársaink a három zeneszerző muzsikált és mesélt készülő művükről. Ritka pillanat, amikor a közönség jelen lehet egy mű születésénél. Mintegy beavatás nyert az, aki a Szent Mihály templomban járt, ahol Jób történetét dolgozták fel. Azt gondolom, hogy a Jób az, mint általában minden bibliai történet nem nagyon tud elévülni. És ugye ezek a fajta filozofikus dolgok, mint a Jób is egy példabeszéd, ha úgy tetszik, tehát nem kell, hogy ez feltétlenül megtörténjen, hogy volt egy Jób, aki nem tudom csinál, hanem egyszerűen ugye egy példabeszéd, ugye ez az istenkeresésnek egy nagyon olyan érdekes módja, hogy nem feltétlenül annak az emberről, az istenkereséséről szól, mert ez adott, hanem az istenkeresés és a társadalomnak a viszonyáról, hogy a társadalomnak a farizeussága az mennyi, hogy tud befolyásolni egy olyan, aki valóban hisz, és aki valóban ott van. És ez a fajta ellenlábasság, ha úgy tetszik, hogy azok, akik azt gondolják, hogy értik Istent és számon kérnek a nevében, és azok, akik valóban hiszik Istent, és az ő szándékai szerint élnek. És azt gondolom, hogy ennek egy nagyon érdekes módja és leírása ez a Jób. És azt gondolom, hogy ez a hit, meg a vallás szerintem az mindig is örök életű kérdés lesz az emberiség történetében, mert amíg lesz halál, már pedig lesz. addig ugye az ember mindig keres valami mögöttest, felettest, ahogy mi lesz azután. És azt gondolom, hogy ez ennek egy nagyon szép megválaszolandó kérdése. Mindenképpen meg kellett tervezni ezt az eseményt. Ezt az is indokolja, hogy egyelőre még csak a szövege készült el a műnek, de még az is nagyon képlékeny állapotban van, mondta Dargai Marcell zeneszerző. Tudtuk, hogy tehát zene nélkül igazából egy ilyen eseményt ugye nem nagyon lehet megcsinálni, de ugye önként adódott az apropó, hogy ugye ezt hárman írjuk, ezt a darabot, a Balázs, a Dani és én, és hogy nekünk van ilyen értelemben egy ilyen zeneszerzői múltunk, vagy egy ilyen közös történetünk, amivel illusztrálni tudjuk ennek az egész folyamatnak, vagy ennek a munka folyamatnak eleve az apropóját is, meg azt, hogy valószínűleg milyen fajta zenei attitűdök, vagy milyen alkotói egyéniségek fognak összetalálkozni ebben az egész munkában. Éppen ezért ugye nem jelentett annyira problémát, hogy vegyes lesz a közönség, vagy az, hogy zenészek lesznek-e, és hogy majd, mert eleve tudtuk, hogy nem akarunk milyen belemenni még zenei kérdésekbe, hiszen még nem tudunk még konkrét zenei kérdésekről beszélni. Műfaji kérdésekről már tudunk beszélni, hogy ez most egy kantáta, vagy egy oratórium ilyen értelemben, vagy egy ilyen dramatikus zenei műfaj, de az egyértelmű volt, hogy ennek a megfogalmazása zenére még várat magára, ezért nincsen egy ilyen annak a veszélye, hogy nagyon elkezdenénk ilyen értelemben szakmázni. Azt viszont fontosnak tartottuk, hogy mi előadónként olyan módon megnyilatkozunk, hogy valamilyen értelemben magunkát tesszük a szöveget, és ezért jött ez az ötlet, hogy próbáljunk belőle felolvasni mi
magunk, hogy próbáljuk ezt is valahogy így demonstrálni, hogy milyen, amikor az ember elővesz egy szöveget, meg akarja zenésíteni, először elmondja az értelmét, próbálja megérteni, utána a ritmusát próbálja magának felvázolni, hogy ez hogy jó elmondani, utána a ritmusból következik, hogy majd ez hogy zenésítem meg, hogy csinálok belőle dallamot. Ezek mind későbbi fázisok, de lehet, hogy ebből is majd lehet egy ilyen izgalmas bemutatót csinálni, de azt szerintem nem lenne ennyire izgalmas, mint amilyen ez volt. Én kifejezetten élveztem az egészet, mert hogy annyira nagyon erősen a témáról volt szó, hogy miért ez a téma lett választva, hogy működik majd ez a munkafolyamat, és az, ami a műhely része, az mindig kevésbé izgalmas. A végeredmény lesz izgalmas, majd remélhetőleg, hogyha sikerül ezt az egészet megírni. A másik az meg, hogy majd maguk az előadók, akik ezt majd megszólaltatják, ők ebben hogyan lehelnek életet, vagy ebből hogy csinálnak majd egy ilyen élő organizmust. Futó Balázs zeneszerző pécsi kötődésű, a PTS Zeneművészeti Intézetében tanít. Jelenleg abban a stációban vagyunk, hogyha valaki mondja, hogy valamihez van ötlete, vagy alapanyaga, akkor azt megmutatja a másiknak, és eldöntjük, hogy tulajdonképpen használhatóvá válik-e. Tehát például nekem van most, amit itt a koncerten elhangzott, egy zeném a Jobb Sirámaihoz, illetve ugyanúgy van már nekem egy zeném az egész oratóriumnak a nyitányához, ami most már itt az időszűke miatt nem hangzott el, és azt tulajdonképpen elfogadtuk, hogy az egy használható anyag. Na most ez ugye azért fontos, mert azáltal, hogy hárman írjuk, kell valamilyen koherencia az egész darabba, tehát őnekik is úgymond, ha nem is ők írják ezt az adott tételt vagy zenét, akkor is teljesen tisztában kell lenniük, hogy mi történik benne zeneileg, mert az lehet, hogy befolyásolja esetleg azt, ami az adott tétel után következik. Tehát ugye itt nem csak a színpadi, hanem mármint, tehát az oratórium esetében lehet színpadiról beszélni, de hogy a zenei dramaturgiában is fontos, hogy az az adott tétel az üljön úgymond sajátként mindegyikünknek a gondolkodásába. A Jobb könyve arra keresi a választ, miért szenved az igaz, és miért él jól a bűnös, honnan ered a sok baj, szenvedés és nyomorúság a földön. Van-e ezeknek célja és lényege, és összeegyeztethető-e a rossz és az igazságtalanság egy jóságos és igazságos Isten létével?